Még az egyház szakadás hivatalosan nem történt meg, de már volt egy kísérlet rá. Ez a Photios pátriárkának az ügye, tehát már lehetett tudni, hogy előbb vagy utóbb itt szét fog válni a kettő. Ez mit jelent? Ha továbbra is megmarad ez a kettősség, hogy a Dunán túli részek a Salzburg érsekséghez, a Tiszán túli részek, hát Erdélyen beleértve, az meg Konstantinápoly, hogy mit csinált ez a két derék ember? Megcsinálta Trianon 1000 évvel Trianon előtt. Tehát a szakrális központot nem lehet kihelyezni egy országból. Tehát amikor a török elfoglalta Magyarországot, mit pusztított el először? A szakrális központot. Hol volt az? Hát máig keressük, valószínűleg nem ott, ahol ma keressük, de egy biztos, hogy a vezető magyar rendnek, vezető, nem egy a sok rend közül, a pálosoknak a központja. És még álltak a várak, tehát semmi, ami a tényleges hadviselés, hát a tényleges azt jelenti, hogy ott lőnek, meg szúrnak, meg vágnak. Tehát nem az volt a szellemi központot. Most mit nem engedtek mai napig is újraéledni? A szellemi központot. Hanem csináltak helyette egy áll szellemi központot, ez lett a mai Székesfehérvár, meg semmi köze nincs a középkori Fehérvárhoz, és csináltak belőle egy kihelyezett Esztergomot, megfelelő pászkaival. Tehát ezek csak azért mondom, hát jó, hát beerdősítették most, ez egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy miért? Hát egyszer így hívják, hát akkor most miért? Tehát lényeg az, hogy igen, így hívják, most mit csinálja? És az, hogy működik, hát azt majd megvizsgálhatják, mikor a Péter pápa lesz a következő, mert az az utolsó pápa, azt gondolom tudjuk. Teljesen nagyon ki vannak itt már osztva a szerepek. Tehát lényeg az, hogy azt ismerjük ezt a Malakiás féle jóslatot. Na jó, ez majd egy következő menet, ez hosszú. Megvan, pontosan. Meg volt az olajpápája. Pontosan, hát mindenki azt mondja, hogy olajbogyót nem is termél. Jó van, kösz, szia. Na most hogy fejezzék ki a kőolajat abban a korban, amikor még csak az olajfának olaja volt? Hát ha egyszerűen jövőről akar beszélni, és az olajpápáját akarja, akkor nyilvánvaló, csak úgy fogalmazhat az olivában. Hát ugyanígy fogalmazódik, mert az Apokalipszis könyvében is, ugyanezekkel a szavakkal. És utána még egy valaki jön, és utána jön Péter pápa az utolsó. És már készítik föl rá, már régen készítik föl rá. Na, tehát lényeg az, hogy most ide ehhez a... Majd elmagyarázom, jó? Nem, hát ez egy közismert dolog. Hát ha valakit Waldnak hívnak... Na, Wald. Hát ilyennek magyar ember soha nem nevezte magát. Vagy erdősnek mondja, vagy erdősinek, vagy erdődinek. Ilyen nincs, hogy erdő. Én már olvastam egyébként ilyen nevet, de konkrétan meg tudom mondani, melyik háznak melyik emeletén volt. Zölderdő Alajos. Így hívták. Nem viccelek. Ez a neve. Ki volt írva szépen az ajtajára? Hát ez a Grünwald. Hát ez egyértelmű. Tehát ez... De ezt csak azért mondom, mert nem kell a rettenetesen nagyon bölcsnek lenni, meg hú, de most akkor nagyon kombinálok. Hát már rég minden állat szem van vetve. Hát ha valaki innen nem, szóval akkor már nem tudom, mit mondjak. Hát ha valaki mondjuk Asernek születik, és azt akarja, hogy ne legyen világos, mert ez egyszer, ugye ezt már megbeszéltük a múltkor, hát ez egyszer egy törzsnek a neve a 12 törzs közül. Hát akkor ez egyszerűen kiindul a német névből, ne felejtsük, hogy jiddis meg a német, az gyakorlatilag ugyanaz a nyelv, csak egyfajta dialektusa. És akkor azt mondom, hogy lefordítom, mi lesz belőle? Hamvas természetesen. Az asse, az hamot jelent. Asser, hamvast jelent. De most ilyenekben nem érdemes nagyon beleereszkedni, mert akkor az ember elkezdi ezt, hogy mondjam, érzelmileg is feldolgozni. Nem kell itt érzelmeskedni, ezek tények. Na most lényeg az, hogy itt van a két kedves barátunk, illetve barátnőnk, mondhatják nyugodtan, hogy barátja a hóhérnek. Tehát lényeg az, hogy ez itt második Katalin, ez pedig második József. Na most nem tudom, mihez képest második, mert nekünk nem volt királyunk, tehát tulajdonképpen akár Jocónak is nevezhetnénk, semmi köze a magyarsághoz. Tehát aki nem koronáztatta meg magát, akár önhibájából, akár kényszerűség folyton, azt nem nevezhetjük magyar királynak. Tehát megint tényekről beszélünk, és azért én megnézném azt a történelem tanárt, aki
aki mondjuk éppen most második Józsefről tanít. Egyfolytában úgy tanít róla, mintha magyar király lett volna. De miért? Nem volt magyar király. Minden alattvalója császárnak nevezte, a magyarok is, és egymás közt sugva nevezték kalapos királynak. Na most tudni való, hogy ki az, aki kalapba megy kegyhelyre. Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy most ezen fölháborodunk. Már megint itten Anti. Nem is Anti először is, hanem Tóni. Tehát ott kezdődik a dolog. Ennek semmi köze nincs semmi Tónihoz. Itt arról van szó, hogy bizonyos tényeket nem vagyunk hajlandók tudomásul venni. Hát tessék. Tessék. Minden esetre egyedül Európában ő volt partnere II. Katalinnak. Most II. Katalin magánéletéről nem akarok kis előadást tartani. Hírhedett nagy férfi faló volt. És akkor most én az elképzelhető legfinomabban fogalmaztam. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy aránylag jelentéktelen hercegségnek volt egy kis, hát hogy mondjam, tagja, aki először eltette lábalól azt a trónörököst, miután beházasodott a cári családba, ami éppen akkor nem volt a csúcsán tevékenységének. Első dolga volt megmérgeztetni a jog szerinti hát utódot, aki ténylegesen uralkodott. És utána innentől kezdve így ment fölfelé a karrierje. Tehát semmilyen eszköz számára nem volt használhatatlan, ha az érdekeit szolgálta. Hihetetlen. Tehát mint egy rákos daganat, úgy terjedt Oroszország. Na most sajnos ez a tendenciája megmaradt. Tehát ha én átprogramozok egy élő szervezetet rákos tevékenységre, utána azt már nagyon nehéz leállítani. És egyet ne felejtsük el, ez mind akkor történik, tehát ez 1700-as évek, annak is már a dereka, amikor explicit kiváltott lett egy tendencia. Ezt a tendenciát mi 1440-nel szoktuk kezdeni. Ez milyen tendencia? Amikor a halak világhónapjában a halak dekanátus indul el. De ha én kivonom azt a 300 évet, akkor ez nem 1440-ben, hanem 1740-ben kezdődik. És minden olyan tendencia, amelyik valóban egy eszeveszett, szűz testiséget, tehát a racionalitásnak egy minden határon túl terjedő, és minden más egyebet maga alá gyűrő tendenciát érvényesíteni, mai napig tart. Tehát ez a tendencia az, és onnantól, nem 1440-től. Tehát vigyázat, itt nagyon tetten lehet érni azt, hogy a valódi történések nem ismerik azt a 300 évet. Akár tetszik történészeknek, akár nem, itt megint indulhat a kekeckedés. Ezek olyan mértékig tények, hogy a képes krónika egyáltalán nem tud erről a 300 évről. A 10 krónikából álló úgynevezett képes krónika családból egyetlen egy sem tud. És a jóval korábbi, tehát Kun László korában született kézai féle krónika szintén nem tud, pedig nem ugyanazokkal a konkrét dátumokkal dolgozik. Tehát egy másik időszámítási rendszerben fogalmaz, de abban sincs jelen ez a 300 év. Tehát vigyázzat, nekünk nem kell Heribert Illiget tanúbizonyságul idézni, semmi köze nincs ehhez, nem is ismerte a krónikáinkat. Egyszerűen abból kell kiindulni, hogy én elfogadom-e hitelesnek a saját hagyományt, vagy pedig azt tartom hitelesnek, amit nekem körülbelül egy másfél évszázad, most már kicsit több, egyfolytában be akarnak adni. De a valódi változások 1740 körül indulnak el. És annak egy egészen eszelőssé fölfokozott képviselője, egy olyan szűz, aki a szűznek a legrosszabb fokozatát képvisel. Mi a szűz legrosszabb fokozata? Az a perverz. Tehát aki azt jelenti, hogy állandóan, ma is kell egy férfi, holnap is kell, ma már nem elég, egy se, kettő kell, most már van egy délelőtti, meg egy délután, tehát ezekből kegyencet csinálok, és miután nagy a versenyfutás, tehát ezek eszük mentén mennek hódítani. Mert ennek a hálószobájában csak hódítás révén lehet bejutni. Tehát ahhoz le kell tenni az asztalra legalább egy 200, mit tudom én, cserkesz koponyát, vagy csecsen koponyát. Másképp nem jut be oda. És ez nálunk kisebb mértékben, de bizony Mária Teréziával indul el. Mikor koronázzák Mária Teréziát? 1741-ben.
És ez az egy év, az az egy év, ami Jézus születésekor hiányzik. Mert a mínusz egy után a plusz egyet tették be, tehát nincs nulladik év. Tehát minden egy évvel csúszik. Tehát ezeket azért jó tudni, mert mi úgy könnyen elintézzük, hogy hát ugye 10 magyar történész közül 9, és köztük nagyon-nagyon értékes emberek mindig bocskai ruhában jelennek meg, és akkor mondják, hogy ez egy hülyeség, ez illik, ez egy szélhámos volt, és egyáltalán van egy magyar szállást csinálja, az meg még hülyébb, ez én vagyok egyébként. Tehát erre már eleve oda se kell figyelni, nem kell ezzel foglalkozni, meg nem is volt végzettsége, de volt végzettsége. Mit tehetünk róla? Legalább olyan volt, mint neked, te szerencsétlen. Nem néztél utána, mert egyszerűbb így elintézni. Tehát ezek azért meggondolkoztató dolgok, mert nagyon sok mindent csak akkor értünk meg, ha a saját krónikás hagyományunkat legalább 2 percre komolyan vesszük. És abban a pillanatban leesnek tantuszok. És itt nem lehet azt mondani, hogy hát ez történelem, ez nem érdekel. Ez nem történelem, ebbe benne élünk. És nekem nem mindegy, hogy tudom-e, hogy ez 1740-től, vagy 1440-től cammog itt be egy tendencia. Nem cammogott, berobbant. És ezzel robbant be. Mert ez volt az, amelyik ezt odáig tupírozta föl, hogy ez már tényleg rákos folyamat lesz. De ne felejtsük el, hogy Mária Terézia, aki egy generációval hamarabb uralkodott. Tehát neki a fia volt kortársa, közvetlen kortársa és partnere, II. Katalinnak. De azért Mária Terézia volt az, aki kifejezetten nemi beteg, utcalányokat telepített magyar közegbe, tette tönkre őket, ugye ne felejtsük el, férfiak, hát ugye hozzászoktak a török időkben egy bizonyos szabadosabb életmódhoz, és teljesen tönkretett egész színmagyar vidékeket. Ő volt az első, aki mérnökileg terveztetett falvakat. Ami azt jelenti, hogy ezek már nincs központjuk. Ezeken már csak át lehet menni, bemenni nem lehet, meg kijönni se lehet. Tehát azt jelenti, hogy ez már nem szerves településrendszer, hát ezeket stratégiai falvaknak nevezik ma. Tehát az indiánokat ezekkel tették tönkre. Mert nekik szerves települési rendszereik voltak, mindegyik a mindenségnek volt modellje. Hol kicsiben, hol nagyobban. És utána őket mesterségesen átköltöztették egy saktábla rendszerre tervezett településre. Egyszerűen elvesztették a fejüket, nem tudtak tájékozódni többet. Nem csak a hétköznapokban, hanem egyáltalán a teremtőhöz való kapcsolatukban sem. Na ennyit akkor a dicséretükre hadd zengjek el. A lényege pedig az ő tervezetének, nem tudom mennyire ismert, ez a II. Bizánci Birodalomnak a megalapítása. Na most rövidre fogva, ennek a történetét a jelenleg forgalomban lévő történelemkönyvekben egyáltalán nem kapják meg. Ha egyáltalán olvashatnak róla, akkor érdekes módon a szkítákról szóló könyvekben ma már ugye lehet olvasni, például a katalógusokban is. Miért? Azért, mert a szkíta kutatás az ő alatta indult el. Tehát amikor a II. Bizánci Birodalom tervet kidolgozták, akkor ez egy minden tekintetben ördögi terv volt, de a mai napig érvényes szabályokkal. Tehát ennek volt egy ideig az ő fő kegyence, a felelőse, őt Patyomkinnak hívták. Na most Patyomkin volt az az tehát fő irányító volt, de nem most pillanatnyilag a pontos címére nem emlékszem, de polgári vonalon is a legmagasabb szintű volt. És ő volt az, aki hát intézte azt, hogy nyomuljanak előre, ugye mi volt a program lényege, kiszorítani Európából a törököt, de nem csak Európából, és erről nagyon hallgatnak, hanem egész Anatóliából is. Na most miután ma ez Törökország, tehát a kis-ázsiai félsziget, azt hisszük, hogy az mindig törökök lakta vidék, de nem így van. Tehát pontosan tudjuk, hogy az első török mikor tette be oda a lábát. 1071-ben a Manzikerti csatában. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egészen északkeleten van a kis-ázsiai szubkontinensen, és eddig ez a Bizánci Birodalom területe volt, tehát itt zömében vagy őslakosok, de nem török őslakosság, vagy pedig hát bizánci telepesek lakták. Tehát még az első világháború végén még nagy mennyiségben kellett ám görögöket kitelepíteni, nem azért, mert nem szerette őket Atatürk, hanem egyfolytában árulók voltak. Tehát ők hívták be oda az intervenciósokat. És hát ha nekünk lett volna egy Atatürkünk, azért nem ilyen határok között élnénk ma, csak sajnos nem volt.
De hát annak is ára lett volna, mert ha itt valóban Magyarországot akarták volna az első világháború után helyreállítani, akkor itt egy egész sereg nemzetiség mehetett volna haza. Mint hogy valószínűleg közelebb menni is kell. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert békeszerződés tisztázta, nem mi szabjuk meg, egyértelműen tisztázta, etnikai átrendezésről szó sem lehet. Azóta meg egyfolytában ez történik. Ezeknek haza kell menniük. Tehát itt nem mi döntjük el ezt a kérdést, saját maguk által aláírt szerződés. Tehát itt nem lehet most nekünk nagy lelkűsködni, nekik haza kell menni. Na minden esetre ez benne van a hívogatóban egyébként, nem tudom mennyire került ide el a hívogató, azért azt ajánlanám, mert az egy kollektív bölcsesség terméke, és azért elég sok tudnivaló benne van. Na akkor ennyit erről, és akkor ez a terv, ez részleteiben elég jól feltárt, de egyetlen olyan történetírói munkát tudok javasolni, amelyikben ez benne van. Ez pedig egy Jancsó Benedeknek a műve, ez egy hosszú című történeti munka, de azonnal fölismerik könyvtárban, egyébként ez nem kerül forgalomba. Egyáltalán egyetlen egyszer jelent meg, és miután ez még a Habsburg uralom alatt volt, tehát Ferenc József uralkodása alatt, én azt se tudom ezt, hogy jelentették meg. Ez egy erdélyi történetíró volt egyébként, és a címe, az egy hosszú cím, nem nagyon árulja el, hogy miről van szó, mert tulajdonképpen a cím az az olásságnak az erdélyi megjelenéséről, az oláok története Erdélyben, valami ilyesmi van a címébe. Tehát az van, jó, egy nemzetiség kérdés tárgya, na de benne van az egész második bizánc terv, minden részletével. Benne van az egész Hóra és Kloska lázadás, pontosan benne van, hogy ezeket második József biztatta föl. És azért kellett Hórát, Kloskát és Krisánt azonnal kivégezni, de nem volt szabályszerűen lefolytatott tárgyalásuk, mert ezek rávallottak a felbújtóra. Tehát egész egyszerűen egyértelmű volt, ennek semmi más szerepe nem volt ennek a lázadásnak, csak az, hogy a magyarságot kiírtsa a folyóvölgyekből. Tehát gyakorlatilag ezek a folyóvölgyek onnantól kezdve román lakosságúak. Tehát egy etnikai tisztogatás volt a legaljasabb módszerekkel és szabályszerű genocidium. Na most ezt majd köszönjük meg neki. Nem tudom, hányan tanultak második József kapcsán erről. Mondjuk nem árt tudni, mert egyfolytában úgy tanítják nekünk, mint aki a javunkra próbált reformokat bevezetni. Na most ezeket szépen egyenként részletezi tények alapján Jancsó Benedek. És kiderül, hogy amikor mi úgy tanuljuk, hogy ő a magyar jobbágyságot az örökös tartományok jobbágyságának a szintjére emelte, akkor ő szépen kimutatja, mi volt az életszínvonalának a mutatója, de konkrét mutatók az örökös tartományokban a jobbágynak, és mi volt Magyarországon. Tehát szó se volt emelésről, mélyen lesüllyesztette. Ez volt gazdaságilag. Kettő, jogilag Magyarországon jobbágy jogszerűen tanúskodhatott földesura ellen. Ilyen joga soha nem volt az örökös tartományokban. Tehát jogfosztott lett a magyar jobbágy, nem pedig kiterjesztett jogú. Három, az első éjszaka joga soha nem volt meg magyar, hogy mondjam, földbirtokosnak a jobbágyjal szemben. Ugyanis mit jelent az első éjszaka joga? Ez azt jelenti, hogy genetikai fertőzők. Tehát azt jelenti, hogy egy aránylag szűk mafia ezen a lehetőségen keresztül gyakorlatilag be tudja fertőzni az egész kontinenst. Tehát jelenleg Nyugat-Európában nem él tiszta vérű ember. És ha egyszer megnézzük, hogy Augsburgban kik élnek, ez mind Fugger utód. És ráadásul a hülyék még büszkék is rá. Nem viccelek. Tehát nagyon lényeges, az első éjszaka jogának semmi köze nincs kéjelgéshez, vagy ahhoz, hogy most megtanítjuk a parasztlányt, hogy hogy kell izégetni. Tehát először is nem kell megtanítani. Nem tudom, akkor lovát is tanították, vagy tehenét, vagy hogy, mert annak az első éjszakáit is akkor már szerezze már meg a földesúr kedves. Kecském meg alig várja. Tehát ezt csak azért mondom, mert ezek teljesen vad idiotizmusok. A lényeg pedig az, és ezt ne felejtsük el, hogy tudnélik, nagy állat a tenyésztő nép az mindig pontosan tudta, ezt nem tudom, hogy itt már mondtam-e, hogy az első éjszakának döntő szerepe van. Döntő szerepe van. És hogyha én nekem van egy, tudom én, nóniuszom, vagy van, mit tudom én, a kincsemnek egy egyenesági leszármazottja,
és akkor nem vagyok otthon, és a szomszédomnak a nem tudom én milyen korcs lova meghágja első éjszakán, utána én azt kiselejtezhetem. De ilyen nincs, hogy onnantól kezdve, de én csak kincsem utódot vezetem. Nem érdekes. Már leírták. Az első éjszaka nem egy éjszaka a több közül. Tehát mire biztatják a mai lányokat? Erre pontosan. Tehát ez az etnikai tisztogatásnak az egyik legaljasabb, legotrombább, legócskább módja, és hát sajnos dőlnek be az ágyba. Hát itt már nem tud segíteni rajtuk. Hát aki már leselejtezett, leselejtezett. Tehát mindesetre, ha tudom, hogy a kegyelem korában élünk, akkor nincs végleges leselejteződés, de nagyon nehéz onnan már visszahozni. Tehát ezt nagyon figyeljük meg, mert a magyarság az kezdettől fogva nagy állattenyésztő nép egyik foglalkozási ágában. Tehát ennek nagyon nehéz elmagyarázni, hogy az első éjszaka joga, az csak egy olyan tudod, hogy hát nem úgy, hát hadd legyen már jó éjszakán. Nem így van, nem így van. Tehát ez egy nagyon tudatos, nem véletlen, hogy ha hódít mondjuk egy Szovjetunió vörös hadsereg, első dolga, hogy a nőket végig kinyírja. Hát emlékszem, mert ez az édesanyámnak a korosztálya volt, hogy tudták elrejteni a lányokat. És nem azért, mert már úgy kiéhezett, már régen nem volt az, a fenét kívánta nem ezt. Ezt kellett csinálnia. Nem is szólva arról, hogy aztán hát legtöbb már olyan részeg volt, már azt se tudta, hogy a tehenet vagy a nénit hágja meg. Tehát ezek egyszerűen feladatkörök. Tehát innentől kezdve egyfajta képesség abban a nemzetből ki van írtva. Meg kell várni, amíg még egy következő generáció. Tulajdonképpen elvileg egy szovjet, hogy mondjam, egy ilyen jó téteményt, amit akkor kaptunk, hát az 7 generáció múlva lehet csak azt mondani, hogy kitisztult. Tehát ez nem egyszerű dolog. Na ennyit, akkor menjünk tovább, mert azért bármilyen kedvesek és szépek ők azért. Tehát itt történt, 1784. április 4-én kiad egy rendeletet II. József. Na most ennek a rendeletnek a végrehajtása az a koronaőrökre hárul. Koronaőrökről volt már szó, tehát egyedül ők azok, akik olyan helyzetben vannak, hogy igaz, hogy csak koronázáskor, de legalább közelről alaposan megnézhetik a koronát. Most itt már jóval túl vagyunk Révai Péter beszámolóján. Tehát pontosan tudjuk az ő leírásából, hogy hátul, ezt megbeszéltük, ez nem új dolog, tehát hátul ezen a helyen a Szent Szűzanya képmása van. Ugye idéztem szó szerint, tehát latin nyelvű szövegben imágó, divé, matris virginis, félreérthetetlen, egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy hol van. Tehát nincs konkurencia, hogy a bal oldaliban, a jobb oldaliban, egyedül van. Tehát lényeg az, hogy itt akkor nem ez van. Na most 1784-ig, 1613-tól szigorúan őrködik a Szent Korona fölött a koronaőrség. Tehát megvan a pontos rítusa, közvetlen koronázás előtt lehet kivenni a ládájából, feltenni a főoltárra, ez akkor már nem a fehérvári bazilika, tehát tudjuk, hogy török időkben az már martalékával lett a dúlásnak, de minden esetre a koronázó templom főoltárára, és utána a koronázási szertartás lezárása után megint alaposan megnézik, visszateszik a ládába, bezárják a ládát. Tehát semmi nem történhet a Szent Koronával, amíg ez a rendszer működik. Mert abban a pillanatban vagy megakadályozzák, vagy nyoma marad. Tehát egyszerűen leírásban nyoma marad. Na most 1613 után, ezt említettem már a múltkor, 1620-ban közben lezajlott ugye a Betlenféle korona átvétel, mert ő átvette a koronát, ment vele Révai Péter, ezt nem részletezem, mert erről beszámoltam már. És utána az országgyűlés szükségesnek tartja, hogy megvizsgálja hivatalosan és nyilvánosan, hogy nem történt-e sérülése ezen közben a koronának. Na most, ha itt bármi legapróbb sérülést lett volna, gondoljuk, hogy annak nem marad nyoma. Országgyűlés, nyilvánosan, 1620-ban. Tehát aki azt állítja, hogy Révai Péternek nem lehet hinni, bocskai ruhában így. Nem viccelek, tényleg. Tehát ez a forrabor esete, tipikusan. Tehát minden esetre állítja, hogy nem lehet, nincs egy szó se arra, hogy miért ne lehetne hinni Révai Péternek. Hát kinek higgyünk, hanem a szemtanúnak.
aki többször látta ilyen közelből a koronát, mint bármelyik elődje vagy utódja. Most kinek hiszünk? Tehát az ideális tanú. És ha ő egyszer leírja, és 20-ban ezt ellenőrzik, hát ha nem úgy néz neki a korona, ahogy ő leírja, gondoljuk, hogy ez semmilyen nyomot nem hagyott volna a történelemben. Tehát ezek már gyermekdede dolgok, amik itt elhangzanak. Teljesen egyértelmű, hogy 1784-ig semmilyen esély nem volt arra, hogy cseréljenek képeket a koronán. Márpedig itt ez biztosan csere, hát ezt részletesen megbeszéltük, nem is indokolom tovább. Ez a kettő ugyanúgy nem fér be a foglalatában, ez egyértelműen nem fér be. Itt láttuk a feliratnak a perdöntő, hogy mondjam, vallomását, hogy nem lehet, ez csak körülmetélve lehet Kohn ebben az esetben, mert másképp nem kerülhet a szélére egy zománcozott hát ilyen vonal. Ennél pedig hát ordítja, hogy egy másik rendszerből való, tehát még csak nem is ugyanabban a műhelyben készítették. Vagy nem tudtak egyeztetni menet közben. Mert ennek a képe, meg annak a képet, ez ordít, hogy nem ugyanaz. Tehát ezeknek a cseréjére egyszerűen nem lehet más időpontot javasolni. Ugyanis 1790-ben jön vissza, na most ez megint a visszatérés, ugye? És nincs jelen koronaőr. Tehát amikor átadják, akkor ott kell lenniük, ezt talán elmondtam, sírtak a koronaőrök, amikor oda kellett adni, mert látták, hogy őrültnek adják oda. Hát ez összetöri, ha nem adom oda. Tehát ez ilyen nincs, hogy most elrejtem az országban. A Szent Koronát így nem lehet elrejteni. Tehát minden esetre át kellett adják. Na igen ám, de mikor visszaadták a koronát, nem volt jelen koronaőr, oda lökték. És ezért van az, hogy van ugyan egy ábra, ezt fogom is vetíteni majd, de minden esetre ott jelenik meg először Dukász Mihály, mint Dukász Mihály, ott jelenik meg először ez a kettő is, és az ábra egyértelműen tanúsítja, hogy ezt a kettőt egyforma méretűnek ábrázolták. Tehát minthogyha ugyanabból a készletből valók volnának, és hát hogy mondjam, eredetiek lennének. A mai napig, ha megkérdezünk 200 művészettörténészt, 222 fogja azt mondani, hogy ezek eredetiek. Szóval hihetetlen, ilyenkor az ember megkérdezi, hogy neked tényleg nincs szemed, vagy lelked nincs. Mert már most nagyon nehéz ám tetten érni, mert lehet, hogy tényleg ilyen buta. Meg kell mondjam, azért a többségre sajnos ez az igazság. Szóval ezt tudom tanúsítani. Hihetetlen, hogy milyen buták. Hát itt van előtte a kép. Látni, hogy ennyivel túllóg, ennyi. Itt van az eredeti mögött. Mindet tud, és ő mégis meggyőződése van, hogy az eredeti a koronán. És ezzel datálja. Ugye, mert tudjuk, hogy ezzel datálják. És ha én ezt kihúzom, akkor én már minden vagyok. Szóval a legkevesebb, hogy még magyartalan is vagyok. Bántja a Szent Koronát. Ugye, tehát már akármi, csak valami dehonestáló legyen. Na tehát minden esetre ennek a háromnak nem értjük, ha logikusan gondolkozunk, hogy miért a legtehetségtelenebb, legidétlenebb bizánci császárt tették oda. Tehát én is sokáig nem értettem a dolgot, megmondom őszintén, ennek semmilyen racionális magyarázata nincs, kivéve egyet, ha én visszafelé menően a második bizánci birodalmat jogfolytonossá akarom tenni, mert ne felejtsük, ők mindig mindent jogfolytonossá akarnak tenni. Tehát, hogy ők jogosan birtokolják azt a területet. Na most akkor meddig kell visszafelé a jogfolytonosságot biztosítani? Mert Manzikerti csatáig természetesen. Mondom, addig be se tette a lábát török a szubkontinensre. Mikor volt? 1071-ben. Kinek kezdődött az uralkodása 1071-ben? Dukász Mihálynak. Tehát teljesen magától értetődő, ez nem is egy bonyolult következtetés sor. Ez csak annyit kell tudni, hogy ezek következtetések. Most a tudomány három szinten fogalmaz. Vannak a tények,